Mérföldkő Egyesület Kovács Szénáján működő rehabilitációs otthonának lakói által készített terápiás előadást tartottak tegnap középiskolás diákoknak a Csengei Dénes Kulturális Központban. A mozgáskeretbe foglalt és zenével aláfestett monológok sorozata a függőségről, a vele járó félelmekről és a fenyegető következményekről szóltak. A Mérföldkő Egyesületről, a rehabilitációs otthonban folyó munkáról és a színházterápiáról is beszélgettünk Kis András szakmai vezetővel. A Mérföldkő Egyesület Kovács Szénáján működő rehabilitációs otthonának lakói adnak ma műsort itt a Csengei Dénes Kulturális Központban. Mi ez a Mérföldkő Egyesület, és hány ilyen rehabilitációs központ működtetésében vesznek részt? A Mérföldkő Egyesület 1998 óta működik Baranya megyében, két intézményt tart fönt. Az egyik a ön által is említett Kovács Szénáján egy rehabilitációs otthon. Ez egy tartós bentlakást nyújtó intézmény. Nagyjából 10 hónap és egy év az idő tartam, amit a terápiások ott töltenek. Alapvetően szenvedélybetegeknek a kezelésével foglalkozunk. És van egy másik intézményünk, egy rehabilitációs lakóotthon. Ez Pécset van, Pécs külterületén. Ilyen kertes övezetben, itt a rehabilitációs otthonban 16 főnek a kezelése zajlik, a lakóotthonban pedig 12 főnek. Ez már a úgynevezett inkább az utógondozásnak a része a lakóotthon. Ott nem csak a mi terápiás intézményünkből kikerült ex lakók, hanem a környékbeli Baranya megyéből a több más intézményből is kerülhetnek oda ellátottak. Akkor a Kovács Szénáján lévő rehabilitációs központ az első lépcső, és utána kerülhetnek Pécsre? Így van, így van. A pécsi házat azt nevezhetjük egy félutas háznak is, tehát valahol félúton a rehabilitációs légkör és az úgynevezett nehéz, vagy való világ, vagy valódi élet között. Tehát ez egy átmeneti állapot. Ma itt színházterápiás foglalkozásokon létrejött előadást láthatnak a diákok. Milyen foglalkozásokon vesznek részt? Mit ad ilyenkor a színházterápia a résztvevőknek? Hát ugye nagyon fontos az, hogy a rehabilitációban résztvevő fiatalok nagy többsége, illetve hát azt lehet mondani, hogy majdnem 100%-a, meglehetősen rossz körülmények közül érkezik be hozzánk, tehát ugye ezt mindig lehet mondani, vagyis hát én mindig szoktam említeni, hogy valaki kábítószert használ, vagy szenvedélybeteg lesz, az ő életének csupán csak egy tünete. Tehát itt nagyon sok dolog közrejátszik abban, hogy egy fiatalból szenvedélybeteg lesz. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy itt a bentlakás 10 hónapja, egy éve alatt, amiről magáról a terápia is szól, hogy egy önismeretre tegyenek szert a lakóink, és ennek az önismeretnek a segítségével ők később tudnak fejlődni. Az önismeretük is ugye egyre inkább tágul, bővül, és egyre nyitottabbak, és egyre konstruktívabbak lesznek az élet kihívásaival kapcsolatban, mert ugye erről szól az egész történet, hogy ugye olyan stratégiákat kell megtanulniuk ott bent az intézményben, amelyeknek a segítségével nem kell újra a szerhez nyúlniuk. Most ennek az egyik eszköze, az önismereti fejlődésnek az egyik eszköze, és nagyon hatékony és elismert eszköze, az a mozgás és színházterápiás beavatkozás. Több más ilyen eszköz van, mi is használunk ezen kívül még pszichodrámát, vannak bizonyos ilyen kommunikációra alapuló rehabilitációs terápiás ülések, sokat sportolunk, van akár egy kicsit ilyen munkarehabilitációnak nevezhető ága is a terápiának, de ha nagyon úgy megkérdezik, hogy mit tartunk a legszebbnek, vagy ilyen leglátványosabb részének a történetnek, akkor inkább ezt lehetne talán kiemelni, hogy a mozgás és színház terápiás beavatkozások azok ilyenek. Nálunk ez kétféle
tematika szerint működik. Egyrészt minden két hétben van egy hétvége, tehát a péntek és a szombat, az 24 órán keresztül gyakorlatilag ezzel foglalkoznak a lakók. Illetve van a minden évben kétszer vagy háromszor intenzíven két hét, amikor szintén, akkor csak ez van, és egy ilyen kéthetes történetnek a legutóbbi kéthetes ilyen intenzív tréningnek az eredménye ez a Sorstisztaság című darab, amit már itt Pécset ugye, amivel már fölléptek, vagy fölléptünk. Voltam lent a mélyben, belőve magam a halál félelmeiben. Voltam fent a fellegekben, másodpercek elején fent a mennyben. Voltam kemény és bátor, de féltem az ördögtől. Túl sokat láttam, és a lelkembe költözött. Az életemet elvette, párszor bemutatott a halálnak. Orvosoknak tartozom, rengeteg hálával. Sokrét lett a lelkem, a sivár sivatag, de az idő túlása. Egyre tisztábbá teszi azt. Éles volt a helyzet, nemrég még a tűnek örültem, most meg azt tett boldoggá, hogy kiderült, hepatitis-es ész nélkül élhetek. Nem bíztam senkiben, egy barátomba sem, összeesküvés elméleti őrületeiben, édesanyám mutató szavainak semmit sem. Ez már a múlté, a családom is én túléltem, összeesküvés valóságban nem is volt, csak én képzeltem mindezt. Még voltam is nevelhetetlen, de hagyom magam. A tisztelétét megszenvedem, és ez 6 év dolgozás után adom magam. A Sorstisztaság című darab keretében milyen témákról esik szó? Csak a leszokás? Alapvetően ezek a darabok mindig olyan forgatókönyv alapján íródnak, hogy maguk a szereplők írják a darabot. Tehát tehát ez nálunk azért elég régi hagyománya van a színház és művészetterápiás beavatkozásoknak. Volt, amikor József Attila, vagy más Örkény, esetleg ilyen kicsit ilyen nem annyira közismert darabjaival léptünk föl, de egy jó ideje már mindig a maguk a terápiások írják meg az ő monológiaikat, és hát ez róluk szól. Ki mit akar, azt írja le. Ki amiben van épp, milyen állapotban van. Tehát amiket most hallunk majd az előadáson, azok gyakorlatilag az ő aktuális lelkiállapotokat tükrözi. Tehát ez azért lehet látni azt, hogy a terápiának épp ki melyik szakaszában van, aki még nagyon az elején, az általában mindig az anyagról ír, az elvonásról, a kínlódásról, aki pedig a végén az már inkább a reményről, meg hogy miket élt meg, azért már tudja magát jól érezni, boldognak talán. De hát nem akarom itt lelőni előre a poént. Milyen a közönség visszajelzése? Segít abban, hogy későbbiekben ne is próbáljanak ki hasonló szereket a fiatalok? Tehát, hogy a közönségre milyen hatással van egy ilyen darab? Azt én nem tudom, erről a közönséget kell majd megkérdezni. Nem végeztem ez irányban semmilyen, úgymond, ilyen felmérést. Illetve nem is volt még ilyen típusú felkérésünk, hogy kamaszok vagy középiskolások előtt lépjünk föl. Ez egy érdekes kérdés. Én azt tudom, hogy akik ilyen kívülállóként eljönnek ezeket az előadásokat megnézni, rájuk azért elég mély hatással szokott lenni. Tehát ez nagyon fontos, a fellépés, mint olyan, az ugye nagyon fontos a mi terápiásaink életében. Ugyanis hát meg kell mutatniuk önmagukat, akár 20 embernek, akár 300-nak. Itt most az nem mindegy persze, de hát azért föl kell állni, színpad, zene, ez az amaz, külsőségek. És hát ez amúgy is egy hétköznapi ember számára is ugye nehézséget okoz. És hát az ő számukra meg aztán végképp. Tehát ezt legyőzni, és utána ezen fölülemelkedni, ez egy olyan plusz tud adni, amely aztán lehet, hogy őket egy picit azért beljebb tudja lökni a terápiába. Akkor talán kettős célja is van egy ilyen műsornak, valamilyen szinten drogprevenció, illetve a résztvevők pedig megmutathatják
bemutatkozhatnak? Hát, hogy kettő célja van, az valószínű, hogy az eredménye a kívülállók, vagy a hallgatóság, vagy a nézőközönség számára. Én azt gondolom, hogy mindenki számára talán lehet elgondolkodtató. Tehát most azért a mi közösségünkre is jellemző az, hogy ma már egyre fiatalabban kerülnek be az intézménybe a lakóink, gyakorlatilag 18-19-20 évesen, tehát nincsenek annyira messze azoktól a gyerekektől, akik ezt az előadást meg fogják tekinteni. Tehát elképzelhető az, hogy sokkal jobban tudnak majd azonosulni a nézők közül is néhány monológgal, vagy magával a darabbal, az üzenettel, mint mondjuk annó, mondjuk akár prevenciós előadásokon jó magam is vettem részt, és mondtam, egy 40 éves ópiát függőnek a megosztásával azért egy 15 éves gyerek olyan sok mindent nem tudott kezdeni. Még. De most már talán ez mondjuk itt az életkori sajátosságok miatt ez lehet, hogy egy picit így beljebb hozza magát a nézőközönséget is. Az egyszerű paraszt minden reggel várta a lepegő hegyekből érkező mindenható ősember irányítását. Mikor az ősember megjelent, a paraszt félbe hagyta nótáját, csak gondolatban tudott tovább zenélni. Ezért hívták félnótásnak. A paraszt veszélyes úgy cipelt magával gondolatait, amit nem mondott ki, csak a templomban, ahol ettől a súlytól meg is szabadult. Aztán a paraszt belegondolt, miért nem folytatott már ótáját ott, ahol eddig abba hagyta, és az ősember sosem váltotta. A paraszt meglépte magát egyik reggel, tovább folytatta ótáját, a völgy kivirágzott, és az ősember sem látta többé. Említette, hogy 16-an férnek el Kovács színáján. Mennyire nagyobb a túljelentkezés? Hát abszolút teljes kihasználtsággal dolgozunk évek óta. Hát folyamatos 6-8 ember vár a helyekre. Arra, hogy valakinek lejárjon az egy éve? Hát vagy valaki megszakítsa a terápiát. Tehát a terápia az önkéntes, bárki bármikor elmehet, és hát sajnos erre azért van precedens. Milyen arányban körülbelül? Hát ez most azt az utóbbi tavalyi évünk az, illetve az idei fél évünk és a tavalyi évünk az kimagaslóan jónak mondható, tehát alig van a közösségben fluktuáció, de mondjuk az átlagot tekintjük, akkor a beérkezőknek a fele az megszakítja a terápiát, tehát a fölvett kliensek fele az megszakítja a terápiát. Az előfordulhat, hogy később ők visszatérjenek? Abszolút. Tehát általában vissza is térnek. Csak hát azért erre várniuk kell. Tehát vannak szabályaink, amiket be kell tartani. Mi szükséges a felépüléshez egy jó intézményen túl? Hát a jó intézmény szükséges a legkevésbé. Leginkább az egyénnek a döntése az, ami szükséges. Ez elengedhetetlen. Tehát a változtatni vágyás. Illetve hát az, hogy elfogadja a segítségeket, amik nem kellemesek ebben az esetben. Tehát itt sajnos sokszor elfelejtik az intézménybe kerülők, illetve az intézménybe kerülőknek a hozzátartozói. Kicsit ugye vagy hogy túl dramatizálják a helyzetet, vagy pedig elbagatellizálják. Ez a két eset a jellemző. A bekerülőknek a mondhatni 100%-a teljesen ugye alul motivált, nem feltétlenül akar. Annyit tud, hogy már ami most van, az már valamiért nagyon nem működik, de ő neki eszeágában nincs valóban leállni. Főleg ez a mai generációra ez teljesen jellemző, hogy hát ugye egy kicsit pihengetni, aztán úgy fizikálisan úgy helyre rázódni, és akkor majd kezdeni valamit magammal. Ha nem is visszacsúszni ilyen mélyre, de úgy anyagozgatni még. És hát gyakorlatilag a terápia első hetei, hónapjai azok erről telnek, hogy egy ilyen motivációs tréningként is föl lehet ezt akár fogni, hogy hát itt az intézménynek, illetve a közösségnek a dolga az, hogy a kicsit alulmotivált, nem annyira
erős elhatározással bíró új terápiás az átbillenjen, és eljusson egy olyan állapotba, hogy ki tudja, hogy legalább azt eldönt, hogy végigcsinálja ezt a terápiát, és lesz, ami lesz, megpróbálja. Tehát nagyjából ezek az elvárások vannak így vele szemben. Hogy néz ki a napi rendje, vagy éppenséggel az óra rendje egy résztvevőnek, mennyi szabad ideje van esetleg, és akkor elhagyhatja a központot? Nincs, tehát nem lehet elhagyni a 10 hónap alatt soha, csak mindig engedéllyel, tehát szabad idő sincs, tehát a rendszer egyébként nagyon rigid és nagyon militánsnak tekinthető egy kívülálló szemszögéből. Alapvetően tehát mi egy terápiás közösségi modellben gondolkodunk, ezt az úgynevezett, vagy általam előbb említett ilyen militáns házi rendet, vagy a szokásjogokat, azokat a terápiás közösség alakította ki. Tehát nem pedig az intézménynek a szakmai stábja, vagy akár az intézmény vezetése, hanem ők maguk. Tehát ezen bármikor bárki tud változtatni, természetesen többségi szavazás útján. Hát ugye mindent a közösség működtet, itt a főzéstől a takarításon át. A napos az, aki felügyeli ezeket a tevékenységeket, a csoportokat, tehát mindent ők állítanak össze. Egy jól működő közösségben egy szakmai segítőnek gyakorlatilag ilyen koordinátori szerepe kell, hogy legyen. Mi ebben a tekintetben nem panaszkodhatunk, tehát mi azt mondom, hogy az utóbbi hónapok egy jó közösséget hoztak létre. Hát a mi feladatunk az gyakorlatilag, hogy ezt a lángot ugye állandó szinten tudjuk tartani. De visszatérve a napirendre, van egy ébresztő, közös kávézás, utána egy takarítás, reggeli után egy csoport foglalkozás, utána van egy munka, tehát egy elég nagy területen gazdálkodunk, vannak tyúkok, zöldség, gyümölcstermelés, tehát egy kicsit úgy próbálunk így a önfenntartás irányába így munkálkodni. Közben a konyhások megfőzik az ebédet, akkor van egy közös ebéd, ebéd után van egy írásos feladat, akkor kávézás, délután megint vagy sport, vagy munka, aztán még egy csoport, és akkor este van egy ilyen kreatív szabadidő, de hát azt is mindent meg kell tervezni. Tehát úgy kimondottan szabad ideje valakinek, hogy ő most fogja magát és ledől egyet aludni, olyan nincs. Tehát ilyen reggel 6:30 és este 11 között minden percbe van osztva. Említette a szakmai stábot, hányan foglalkoznak a 16 hát fővel? A két intézményben összesen, vagyunk 13-an. Szociális munkások, pszichológus, fölépülőben lévő függők, akik szintén a mi terápiás intézményeinkben épültek föl, több éve már nem használnak, úgyhogy ez egy ilyen vegyes felvágott. Úgy tudom, hogy az intézményei koedukáltak. Így van. Mennyire lehetséges egy ilyen 10-12 hónap alatt a párkapcsolat kialakítása? Ez tilos. Tehát maga párkapcsolat kialakítását, azt ugye ezeknek az érzelmeknek a megjelenését, ezt nem lehet meggátolni. Sajnos ma már egyre kevesebb intézmény vállalja fel, a hozzánk hasonló profilú intézmények közül egyre kevesebben vállalják fel, hogy koedukáltak legyenek, ennek megvannak bizonyára az okai. Mi szeretjük azt, hogy mi koedukáltak vagyunk, azt gondolom, hogy az életben is minden, az egész élet az egy koedukált terület, tehát megvannak a nők és a férfiak, és ha mi azt a hivatásunk, hogy valahol a valódi életre készítjük föl a terápiásainkat, akkor nem lehet egy homogén közeget teremteni. Így is elég egy akvárium jellegű, egy ilyen rehabilitációs otthon. Én azt gondolom, hogy mondjuk ha csak férfiak, vagy ha csak nők lennének, akkor még inkább egy ilyen nagyon, nagyon távol lenne ez a valóságtól ez a történet. A párkapcsolatok kialakulásáról pedig annyit, hogy tehát a szexuális életet nem lehet élni. Ha ilyen megtörténik, akkor ez azonnal, az intézmény azonnali elhagyását jelenti, de ez nem csak maga, tehát egy puszi, egy csók, ez már szintén egy érintés, tehát nincs. Tehát ami olyan jellegű, és ez mondjuk fényre derül,
akkor itt ez azonnal az intézményt el kell hagyni. Örülünk azoknak, hogyha kialakulnak ilyen érzelmi kapcsolatok, ki is alakulnak. Ezek de csak a későbbiekben lehetséges. Nem. Tehát ezek ott a rehabilitációs otthonban kialakulnak, és ezeket nyíltá tudják tenni, és meg tudják oldani, és igazándiból ezekről a dolgokról, vagy ezekről az úgynevezett nagy szerelmekről mindig kiderül sok átbeszélés, sok tapasztalat átadás mi egymás után, hogy igazándiból itt két-három vagy négy-öt kétségbe esett ember, aki egyedül, ez egy ilyen egymásba kapaszkodás, ugye hát ez egy izolált közösség, tehát ez egy, és akkor ezt nagyon szépen meg tudják ők érteni. És igazándiból ez egy küzdelem, egy harc, amikor az ember ugye az érzelmeivel vagy az érzéseivel megy szembe, de hát amikor utána kikerülök az életbe, egy hasonló szituációt nagyon jól tudok kezelni. Éltem egyszer egy nagy falutában, ahol egy lustai néposzorkány uralkodott. A palotában reggeltől estig ment a tánc, a zene, tudatmódosítás, mágia, szerelem. Csak az élet hiányzott belőle. Én? A droger! Rómos bársemmőből szoromban mesztelenül hesszelek. Egy csótánynak már nem védi lelkemet. Nem messze a palotától. Éltem én családommal, ablánként az óceánban. Homályban bent, tiszta a csalott, jégvilágban az ablakon kint járva, de én ezt nem látom. Mindig vonzott a zene, és vártam a férfiak elismerésére. Emlékszem, mikor nyácsorgatva dacolva kacagva az iránykövet a faszba eldobtam, lenéztem, kinevettem mindenkit és mindeneket. Most keservesen keresem a veszrefutott életem. Egy napon kihúztam a partra. Annak ellenére, hogy szüleim figyelmeztettek, hogy az veszélyes. Ha találtam volna egy olyat, mint te, talán másképp alakul az életem, de nem találtam, használtam, kihasználtam, inget láttam folyamatosan. A függőség nem csak kábítószer függőséget jelent. Milyen függőséggel mehetnek önökhöz még? Hát szenvedélybetegek, direkt nem, tehát abszolút nem is használjuk ma már azt, hogy kábítószer függőkkel dolgozunk, szenvedélybetegekkel dolgozunk. Ma már, tehát a terápiás intézmények annó, amikor létrejöttek itt Magyarországon, ez egy 20 éves történet, tehát alapvetően heroin függők, ópiát függők számára lettek kitalálva. Akkoriban az ópiát függők száma annyira magas volt, Magyarországon is évről évre dinamikusan emelkedett, háromszorozódott, négyszereződött, hogy bőven ellátták azt a 8-10 terápiás otthont, ami akkor működött Magyarországon. Mára eltűntek az ópiát használók, illetve vannak, csak valamiért nem kerülnek be terápiás intézetekbe. És hát a kábítószer használóknak a kábítószert használók pedig abszolút teljesen vegyesen használják ma a különböző drogokat. Nem annyira tiszta már a kép, mint annó volt, hogy heroinista, kokainista, amfetaminos, alkoholista, úgy mindenki megmaradt a maga úgynevezett választott szerénél. Ma gyakorlatilag mindenki használ mindent, ami a kezébe akad. Gyógyszerek, alkohol, szintetikus drogok, designer drogok, ha van heroin, akkor az, ha kokain van, akkor az. Lényegtelen. Hogy történik önökhez a jelentkezés, és milyen feltételeknek kell megfelelni? Hát ugye a kábítószereket, kábítószerfüggőket vagy a szenvedélybetegeket kezelő intézményrendszer, ugye ott van egy ambuláns ellátórendszer, drogambulanciák, pszichiátria, vagy akár addiktológia, vagy akár az általános iskolai szociális munkás, vagy családsegítő. Tehát sok helyről tudnak delegálni hozzánk.
ez körülbelül a jelentkezők 30%-át úgy delegálják hozzánk, a jelentkezők 70%-a pedig egyszerűen megkeresi a honlapunkat, vagy pedig ebből a kábítószeres szubkultúrából azért ajánlják egymásnak, hogy ott akkor gyere le valami rehabra, és akkor ott le lehet állni, tehát így. És hát fölhívnak telefonon az intézetet vagy engem, és akkor egyeztetünk egy felvételi időpontot, ez minden szerdán van, akkor ott meg kell jelenni, és ott a közösség delegál a felvételi bizottságba 3 vagy 4 tagot, és ők eldöntik, hogy bekerülhet-e oda a jelentkező, vagy nem. Ha elég motiváltnak látják, ez egy fél órás, egy órás kőkemény, mint egy állási interjú gyakorlatilag, kőkemény elbeszélgetés, és ha ők motiváltnak látják, illetve azt gondolják, hogy ő tényleg be tud illeszkedni a közösségbe, nem rombolja le a közösséget, akkor, vagy nem tesz károkat a közösségben inkább, mert azért elrombolni nem tudja, akkor fölveszik, és akkor fölkerül a várólistára jelenleg. Régen persze volt, hogy volt hely, akkor bekerülhetett egyből, de most várnia kell. Hogy látja, milyen főbb szakaszai vannak annak a 10-12 hónapnak egy résztvevő életében? Az első 2 hónap az teljes izoláció, tehát ott se, a házat sem nagyon lehet elhagyni, csak nagyon indokolt esetben, tehát valami orvosi ügyben, tehát magát a kerítésen se léphet kívül, vagy ki. Hát ez gyakorlatilag ez a döntésnek, az előbb említettem, hogy itt azért mindenki azt mondja, hogy nagyon le akar állni egy ilyen felvételi interjún, de hát valójában nem akar leállni, mert azt se tudja egyébként ilyenkor a jelentkező, hogy mi az a leállás, meg mi az a tiszta élet, mert igazándiból csak valami nagyon régi, távoli emlékei lehetnek erről. Hát az első 60 napban nagyjából ez történik. Van egy fizikai detoxikáció, amikor ugye kiürülnek a szerek az ember testéből, szépen helyre jön, újra tud aludni, elmúlnak a elvonási tünetek, beilleszkedik a közösségbe, megtanulja a házi rendet, a szokásokat, elsajátítja. Ilyenkor azért ebben az első, és nem veheti fel a kapcsolatot a szüleivel, hozzátartozója senkivel. És akkor a 60. napon számot kell adnia az eddig eltelt 60 napról. Minden hétfőn van egy ilyen közösségi értekezlet, ahol a közösség minden tagja részt vesz, és ők úgy látják, hogy az elmúlt 60 napja alapján méltó arra, hogy maradhasson tovább, akkor megszavazzák, és akkor maradhat. Ha úgy döntenek, hogy nem, akkor össze kell csomagolnia, és el kell hagyni a házat. Tehát a 60. naptól, ha átmegy ezen a hullámtörőn, akkor felveti a kapcsolatot a szüleivel, ez heti 1-10 perces telefon, illetve levelek, illetve havi 1 úgymond látogatásra korlátozódik. És hát utána a következő ilyen hullámtörő az a 150. nap, akkor haza kell mennie az eredeti lakókörnyezetbe, meglátogatni a szülőket, a családot úgymond, ahol ő anyagozott. Mindenki ragaszkodunk ehhez, hogy oda menjen, ahol ő anyagozott, és hát használt. Jó, bocsánat, én nem akarok ilyen szlenget használni. És, hát ez egy kicsit a kísértés. De hát ezt meg kell lépni. Tehát ez, ha valaki akar valamit, akkor ezen túl kell lenni. Ez egy hétig tart, hát 5 napig, és akkor ha innen meg visszatér, akkor utána egy következő szakasz kezdődik, ami a terápia 200. napjáig tart, tehát akkor már azért elmúlt fél éves. És akkor a 200. napon megint számot kell adnia az elmúlt 200 napról. És akkor elkezdődik vele egy ilyen, tehát akkor már látjuk azt, hogy mik azok a speciális igények, amikkel aminek őnek egy kicsit mondjuk nagyobb szerepet kell szállni. Mondjuk valakinek az a párkapcsolat, valakinek az édesanyjával való viszonya nehézkes, az apjával való viszonya nehézkes, van, aki nagyon félénk, és akkor fölkészül arra, hogy legyen egy kicsit önérvényesítőbb, asszertivitás tréning, tehát van egy... Akkor már egy kicsit a 200. nap és a terápia befejezése közötti 3
hónapban mondjuk ezek a speciális igények kerülnek előtérbe, illetve hát a 200. nap után már nagyon fontos, hogy ott már a közösség szolgálata jelenik meg, akkor már valaki idős terápiás, akkor ő sokszor napos, ő vezeti a úgymond a terápiás közösséget, akár többen egyszerre, és hát ő nekik kell a kicsiket ugye mentorálni, bevezetni a háznak a szokásaiba. Tehát akkor már kezdődik az, hogy visszaadja azt, amit ő kapott, amikor kicsi volt. Tehát úgy működünk, valahogy úgy modellezhető ez az egész, mint egy család. Kvázi. Vannak olyan terápiás közösségek, akik így is hívják magukat, hogy család. Köszönő leveleket kap esetleg, vagy visszatérnek önhöz pár év múlva, és azt mondják, hogy köszönjük ezt a lehetőséget? Tehát itt nagyon fontos, hogy a felépülés az nem az soha nem nekem köszönheti senki. Az mindig magának köszönheti. Ezért aztán nem is várok köszönő leveleket, nem is volna túl. Nagyon fontos, hogy az ember úgy észnél tudjon lenni, hogy a saját maga szerepét azt nagyon le kell tisztázni, hogy mi is az ő dolga egy ilyen terápiás közösségben. Azért hangsúlyoztam nagyon sokszor, hogy mindig mindent a terápiás közösség csinál, mert hogy valóban egy nagyon hízelgő, vagy egy nagyon ilyen, hát nagyon nagy hatalommal bírhat itt egy ember, egy ilyen kiszolgáltatott közösségben, akár úgymond neki kiszolgáltatott közösségben, ismerünk erre azért rengeteg példát, akár irodalomból, akár a történelemből, hogy hogyan gurusodik el egy ilyen típusú közösség, hogyan emelkedik ki egy ilyen típusú közösségbe egy vezér, és utána ez hogyan okozza az egész közösségnek a vesztét. Tehát egy terápiás közösségnek az előbb-utóbb mindig a veszte lesz, ha valaki azt nagyon direkt és nagyon erőszakos módon elkezdi vezetni. Ezért aztán ezt mi soha nem hagyjuk. Tehát itt valamilyen módon még, ez nagyon nehéz egyébként, mert sokszor az ember, a segítő, akár a kollégám, akár én, tudjuk a megoldást, hogy mi egy helyzetben, de nem mondjuk, hanem hagyjuk azt, hogy maga a közösség jöjjön erre rá. És ezért aztán persze nem gondolom, hogy rossz viszonyban vagyunk a terápiásainkkal, de mi azért professzionális segítők vagyunk, és én nem várok el hálát senkitől, hogy ott felépült, vagy ott visszakapta az életét. Nem is nagyon használok ilyen nagy szavakat. Persze jól esik, hogyha az embert így, mit tudom, megtalálja az utcán, persze megköszönik, de nem jellemző.